Jánosné intézményvezető asszony, Szilvásiné Bernátyi intézményvezető helyettes, és megjelen klubtagjainkat, akik a mai karácsonyi ünnepségünket részvételükkel megtisztelték. Polgármester úr jelezte, hogy más elfoglaltság miatt sajnos mai rendezvényünkön nem tud részt venni, de mindenkinek áldott, békés karácsony és boldog új évet kíván. Klubtagjaink egy kis műsorral készültek, kérem, fogadják szeretettel. Nyissátok meg ajtótokat, hív keresztények! Jönnek ide itt Betlehemmel úri vendégek. Áldást hoznak rátok. Bocsássátok hozzátok, mert ma született a messiásotok. Engedelmet kérek, hogy önök házába bátorsággal belépni merészeltem. És a Betlehemet ide vezéreltem. Gazdag városunk aranyát, ezüstjét felszedtem, és szép Betlehemet ebből felépítettem. Szabad-e betlehemezni? Szabad! Most, hogy Szenteste egyre közeledik, az ember szíve jósággal megtelik. Gondoljatok hát a kis Jézuskára, aki szeretetet hozott a világra. Volt egyszer egy kicsi város, magas hegyekkel határos. Názáret volt a neve, egy szelíd szűz lakott benne. Mária, mert így nevezték. Ivában tölt reggelt s estét. Isten látta, hogy Mária mi jó, ezért elküldte hozzá angyalát, mondja el neki szavát. Földnek, égnek csillaga, üdvözd légy, ó Mária! Rád hasonló senki sincs, élted, félted, drága kincs. Üdvözleted mit jelent? Rád tekintett Istened, örömhír zeng most feléd, messiás a földre lép. Isten jó az emberért, édesanyja én feléd. Nagy vagy, jó vagy Istenem! Kisfiad lesz Istened, urad, aki gyermeked. Amikor majd kebleden, kicsi szíve megpihen, szelíd szóval ajkadon, így szólít majd Jézusom. Hogy valósulhat ez meg? A Szentléleknek erejével történik ez minden. Ahogy mondtad, úgy legyen. Abban az időben Augustus császár népszámlálást rendelt el az egész földkerekséget. József Dávid családjából származott. Elindult Betlehembe, hogy felhegyeztesse magát feleségével, Máriával. Szállást nehezen talált a szent párt. Végül volt, aki megszánta őket, fedél alatt, de állatok között leltek menedéket. Mária megszülte egy szülött fiát, akit Isten szava szerint Jézusnak nevezett. Hójába takarta és jászolba fektette. Ekkor egy fényes csillag jelent meg az égen. Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el. Betlehem városába, tangyos és csalócskába, siessünk, ne késünk, még az éjjel Betlehembe. Halljátok, pásztorok, keljetek fel és induljatok. Ej, de szép az ég volt. Ma minden csillag szebben ragyog. Úgy látszik, kifényesítették az angyalok a csillagokat. Ó, Istenem, köszönjük neked ezt a gyönyörű csillagos éjszakát. Gyere be, öreg, vár a petróleumos üveg. Isten jó estét! Már én is itt vagyok! Halkas bőrbundámban lám, milyen szép vagyok! Nagyon gondolkoztam, kezem a hatüles ajtón majd bebuktam. Olyan kicsire szabták ezt az ajtófélpárt.
Aztán a szolgáló megitte a mosogató levet. Juhász volt az apám a Nagy Ázsiába. 7 mérföldes kolbász csüngött a nyakába. Aki ezt nem hiszi, nem jut a mennyországba. Peti kezdte, kisztok! Dormézoltok! Öreg apátokra nem gondoltok? Előveszem a pitkösömet, oszt! Úgy évellek benneteket, hogy? Ki a szék alá? Ki az ágy alá? Én meg az asztal alá, hallom? Hallom, hát. Hogy nem szakad rám ez a kibercses, göbölcsös, tyúktesűs padlás? Ne fej, hajtás! Megcsinálták azt a régi öreget. Bükkfából, töltfából, ne félj, inkább vessél magadra keresztet. Vessem be a perecet! Zsóskát a beledbe, te mindig perecet edél, inkább gyere, látogassuk meg a kis Jézuskát. Köszönjük meg a kis bicskát! Jártál már iskolába? Jártam istálóba. Akkor gyere, öreg, kelj fel, és induljunk. Már sütik a malacot? Jól érzem a szabát, hát ha nekem is adják a 2 hátúsó lábát. Hát na, nézzük. A pásztorok elsiettek. Megkeresni a kisdedet. Eközben napkelet felől 3 király Gáspár elől, aztán Lenyér és Boldizsár ajándékkal indul már. Na, mi lesz? Gyertek már, sietek! Hát nem bírunk olyan gyorsan! Na, gyerünk már, siessetek! Várj már egy kicsit, lassabban menj! Szélnál vagyunk, Gáspár király az én nevem, nagy messzirű útra kertem, Jakob országában új királyt kerestünk. Ó, szép Jézus, gyönge gyermek, ajándékot hoztunk neked. Imádunk szüntelen, csodálunk végtelen. Mária, engedd meg, hogy átadjam az ajándékot a kis Jézuskának. Édes kis Jézuskám, hiszen még takarót sincs, pedig az egészség a legdrágább kincs. Fogadd el tőlem ezt a pásztor szűrőn, majd én az éjszakát nélküle is tűröm. Adjon az Úristen ennek a gazdának 100 mérő buzát, 100 hektó rost, sok kövér marhát, tele pincért kamarát, adjon az Úristen. Bor, búza, békesség, szálljon a házukra, a megszánt ajándékot nyújtsák a markomba. Hamar, hamar, hogy menjünk dolgunkra, mert másutt is várnak a jó mézes bor. Menj bőr az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menve, boldog ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen.